A piros mezes fehér gyarmat a harmadik, a sárgában játszó PKE a negyedik helyről vágott neki a rangadónak, amely könnyen az őszi szezon harmadik helyezését is eldönthette. Egyrészt azért, mert egy esetleges ladányi győzelemmel a miénk pontszámban befoghatták a vendégeket. Másrészt az utolsó őszi fordulóban csapatunk győzelmi eséllyel léphet majd pályára a sereghajtó Berettyóújfalu vendégeként, miközben a fehér gyarmatiak az éllovas Miskolccal kénytelenek meccselni. Márpedig ott nem ők lesznek az esélyesek. Mindez egy remek motiváció lehetett a kóti legények számára, akik láthatóan hatalmas elánnal vetették magukat a küzdelembe. Persze a piros mezesek játékán is egyértelműen látszott, hogy nem véletlenül állnak a dobogó harmadik fokán, ám csupán egy ideig állták a sarat. Sárándi Marci ugyanis ezúttal is remekelt a kapuban, s a védekezés is nagyon rendben volt. Igaz, támadásban elég sok hiba csúszott be, de ez is belefért. Negyedórányi játék után már 3-mal vezettünk, majd a félidőben 12-10 volt ide. A szünet után aztán már nem volt ellenszerük a pirosaknak, és szép lassan bele kellett törődniük a vereségbe. Persze ezzel nem voltak egyedül az ősszel, hiszen nem nyerni jártak Ladányba a vendégcsapatok. Ez csupán a bajnoki címért küzdő 60-nak sikerült, a többi 5 hazai fellépésen esélyt sem adtak az ellenfeleknek a kóti tanítványok. Így volt ez most is. Máté Norbiék 25-19-re nyertek, s ezzel szépen búcsúztak a hazai pályától. Így már csak a Berettyó emese elleni 2 pont kell a remek őszi produkció teljesítéséhez.